Az északi áramlat 2 földgázvezeték építési munkálatai 93,5%-ban elkészültek, jelentette be a kivitelező konzorcium hétfőn. A vezeték újabb szállítási útvonal lesz Európába az ukrajnai mellett. Az USA szankciókat tervez az építésben résztvevők ellen. Az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov szerint Washington a saját szövetségeseit bünteti, akik csupán gazdasági és energetikai problémák megoldásán dolgoznak. A világ jól ismeri az amerikai szankciós gyakorlatot, tette hozzá Lavrov. A vezeték átadásával megkétszereződhet a Németországon keresztül Nyugat-Európába irányuló orosz földgázexport. A német szövetségi kormány szóvivője Ulrike Demer közölte, hogy Berlin elutasítja Washington területen kívüli szankcióit. Az északi áramlat 2 vezeték fő haszonélvezője Németország lesz. A német kormánya német belügyekbe való beavatkozásnak tekinti azokat az amerikai szankciókat, amik a vezeték építőit sújtják. A munkálatok befejezéséhez még mintegy 160 kilométeren kell lefektetni a csöveket. A Kreml az USA szankciói ellenére kitart a vezeték megépítése mellett.